Számomra legkedvesebb művészek is voltak pályakezdők, amikor az egyetlen vágyuk az volt, hogy minden idejüket alkotással tölthessék. Ez a szabadság azonban nem mindig könnyű. Ezért jött létre idén áprilisban a Mastercard Alkotótárs Alkotói Ösztöndíj. Bárki nevezhet, aki még nem töltötte be a 40. életévét, akinek legalább egy, de legfeljebb két könyve megjelent már, és akinek van egy munkaterve, amivel a következő időszakban foglalkozni szeretne. Az ösztöndíjat és a vele járó 2 millió forintot egy férfi és egy nő fogja megnyerni. De hogy kik lesznek ők, arról egy zsűri dönt. A zsűri tagjai pedig Grecsó Krisztián, Máté Gábor, Simon Márton, Szabó T. Anna és Tóth Krisztina. Simon Márton verses kötetei egy generációnak fontos olvasmányai. Arról kérdeztem, hogy ő hogyan emlékszik vissza a pályakezdésére. A pályakezdés szerintem olyan, amit amikor így benne vagy, akkor szörnyű. Ez szerintem jellegzetesen, vagy az én meglátásom szerint egy jellegzetesen ilyen dolog, hogy amikor benne vagy, akkor szörnyű. És vannak ilyen teljesen kilátástalannak tűnő, nem is az, hogy pillanatok, hanem nem, napok, hetek, hónapok. Bárki, aki ténylegesen szép író, költő szeretne lenni, az nyilván nagyon hamar eljut odáig, hogy ezt, hogyha van is egyébként valami polgári foglalkozás, amiből megél, ezt nem hobbiként csinálja. Tehát arról van szó, hogy az életének a fő csapás irány, az mindenképpen az irodalom lesz. Ugye a Kosztolányinak van is egy ilyen verse, hogy a rossz költő az igazi költő, hogy a kiadatlan versekkel a zsebében szaladgál a körúton, és sértetten gondol arra, hogy nem tudom. Tehát azért persze ez nyilván nem igaz, de az tény, hogy van annak egyfajta ilyen romantikája, pláne utólag, hogy milyen volt, nem tudom, 22 évesen, vagy 23 évesen, azt hiszem 23 évesen kaptam az első elutasítást, amikor az első kötet tervemet elküldtem a nem tudom én hova, és aztán időnként, amikor ez szóba kerül, akkor el szoktam mesélni, hogy szerintem az első kötetemnek a különböző fázisokban lévő terveit azt, hát most nem akarok nektek hazudni, azt hiszem legalább 5 kiadó dobta vissza. Költő vagyok, költőnek lenni nem egy egyszerű helyzet azért, és pláne első kötetes pályakezdő költőnek lenni, az pláne nem egy egyszerű helyzet. Semmiféle garancia nincsen, hogy ha te kitaláld magadnak, hogy költő kell legyél, akkor annak van értelme. Ehhez mászni kell, meg kegyelem, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy azért ez egyáltalán nem egy ilyen evidens dolog. Az biztos, hogy aki nem tud egy ilyen 2-3 akárhány kudarc után felállni, az valamilyen formában, mert persze van olyan is, aki azt mondja, hogy soha többet nem fog könyvkiadóhoz verset küldeni, aztán a fióknak megír egy meghatározó életművet 40 év alatt. Tehát ezek más izék. De hát tényleg egyszerűen valószínűleg arról van szó, hogy akinek nem okoz olyan örömet az írás, amit semmi mással, ugye ezt Rilke mondja a híres levelezésben, nem okoz olyan örömet az írás, amit semmi mással nem lehet pótolni, akkor tök mindegy. Én nem feltétlenül éreztem azt, hogy feltettem a pontomat a térképre az első kötettel, és ez nem azért volt, mert ne kaptam volna rá egy csomó tök jó kritikát, meg ne szerették volna azok, akik látták, csak én sem tudtam, hogy mit várnék tőle pontosan, de aztán azért többnyire az is van, hogyha megjelenik egy verses köteted, első köteted egy kis kiadónál, és nekem ugye azért az első kötetem tényleg egy ilyen mini kiadónál jelent meg végül. Hát történik pár dolog, az tagadhatatlan, olyan túl sok minden, de hát nyilván ez is természetes, tehát ugye mondják, hogy ezek a milleniálok, ezek ilyen türelmetlenek, hát ugye akkor is ilyen igazi állatorvosi lova voltam ennek. A Rókák esküvőjére alapvetően 2 évig készültem lényegében, egyrészt nagyon sok olvasással, másrészt nagyon sok jegyzeteléssel. Tehát, hogy az, hogy önmagában elkezdek egyáltalán verseket írni, amiket aztán utána tényleg elkezdek verseknek érezni, és nem csak egy ilyen nyögvenyelős próbálkozásnak arra, hogy az sokáig tartott. És aztán utána azért volt szükségem nagyon erre az ösztöndíjra, amit szerintem az ösztöndíj pályázat, mi az egy ilyen Visegrád Foundation-os krakói 3 hónapos ösztöndíj volt, és ezt legalább szerintem 4-szer beleírtam a pályázatomba, és ez szó szerint igaz volt, hogy van majdnem 100 oldalnyi jegyzetem, amivel nem tudok mit kezdeni, mert nincsen rá időm, hogy leüljek és átnyálazzam.
és hát hála égnek, meg hála a Visegrád Foundationnek, ezt megkaptam ezt az ösztöndíjat, és hát effektíve ezt, amit leírtam a pályázatban, szó szerint azt kezdtem el csinálni, az összes ilyen szanaszéjjel heverő vázlatomat, meg mindenféle izéket, azokat így összeszedtem a már akkor meglévő egy ilyen 15-16 verset is, abból 10-et kidobtam végül, és elkezdtem gyakorlatilag mondatról mondatra végigmenni ezen a tényleg ilyen embertelen mennyiségű ötletem, meg vázlatom, meg mindenen. És hát ez kizárólag úgy lehetett, hogy ebbe az ilyen nagyon különleges állapotban kerültem, hogy semmi mással nem kellett foglalkoznom, csak azzal, hogy mit írok.